próbálják megállítani a tömeget a röszkei gyűjtőpontnál. Múlt hét szerdán már a Tények arab tolmácsán keresztül próbáltak tárgyalni a menekültekkel és bevándorlókkal, hogy várják meg, amíg buszok érkeznek értük, de hiába. A tömeg egy idő után egyszerűen áttörte a rendőrsorfalat, és elindult az úton Szeged felé. A rendőrök, akikkel beszéltünk, már akkor is azt mondták, hogy napi 16 órát dolgoznak, és van, akit már hetek óta itt állomásoztatnak. A Független Rendőrszakszervezet főtitkára, Pongó Béla szerint a rendőrök extrém körülmények között dolgoznak Röszkénél. Aki a kukoricásba teljesít szolgálatot kint a prérin, és 16 órát, 18 órát kell ott átcsologni, és különböző rendőrintézkedéseket végrehajtani, hát igen, fizikailag nagyon elfáradnak, de nem csak fizikailag, ahogy ön is említette, hanem pszichésen, hiszen azok a bevándorlók között nagyon sok nő van, nagyon sok gyerek van, akikkel szemben intézkedni kell, akiknek segíteni kell, akiknek, ha kell, élelmet is kell osztani. Azt mondja, sokszor a rendőrök élelmezése és szállása sem volt megoldott. Az étel késve érkezett, a szállás pedig koszos volt. Az is probléma szerinte, hogy az ott állomásozó rendőrök az ország különböző részeiből érkeznek, ezért hetekig a családjukkal sem tudnak találkozni. Az országos rendőrfőkapitány közben riadót rendelt el 4 déli határmenti megyében. A német kormány tegnap bejelentett intézkedésére tekintette el az ország. Országos rendőrfőkapitány rendelt el riadót 4 megyére és a készeléti rendőrség egyes szervezeti elemeire. A riadó Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és a Pest megyei rendőrfőkapitányság hivatásos állományára vonatkozik. Akiket berendeltek, azok a hivatalos tájékoztatás szerint megerősített járőrszolgálatot teljesítenek majd a határterületen és a kijelölt útvonalakon. A határon állomásozó rendőrök mellé most 860 próbaidős rendőrt is küldenek, akik itt szereznek majd gyakorlatot. Az eskütételükön a miniszterelnök indította útra őket. Önök becsapott emberekkel, indulattal és agresszióval fognak találkozni. Kérem, válaszoljanak rá úgy, ahogy otthon a szüleiktől és az iskolában a tanáraiktól tanulták. Az egyenruha alatt szív is van, nem csak izom. Mind a kettőre szükségük lesz. Legyenek emberségesek, de megalkuvás nélkül szerezzenek érvényt a magyarok törvényeinek. Ezentúl viszont nem csak a rendőrség, hanem a honvédség is ott lesz a határon. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője szerint erre a példanélküli nyomás miatt van szükség. Ilyen óriási migrációs nyomás mellett elszabadulhatnak az indulatok. Ezért értelemszerűen meg kell védeni azokat az embereket, akik mondjuk például a kérelmeknek az elbírálásával foglalkoznak, akik a határrendjét próbálják fenntartani. Ezért én azt gondolom, minden szükséges erőt igénybe kell venni, de természetesen itt a fokozatosság elve az, ami érvényesül. Tehát senki nem fog fegyvert használni, hogyha velük szemben nem használnak fegyvert. Rogán Antal arra kérte az ellenzéket, támogassák, hogy a honvédséget is bevethessék a határvédelemben. A DK szerint ez kizárt. Katonákat lehetne vezényelni azok ellen, az emberek ellen, akik egyébként katonák elől, az iszlám állam terrorista katonái elől menekülnek az Európai Unióba. Rogán Antal nincs eszénél, ha azt gondolja, hogy a demokratikus ellenzék ezt a gyalázatos törvényjavaslatot megszavazza. A katonák egyelőre csak a határzárat építhetik, valamint humanitárius és koordinációs feladatokat láthatnak el, és segítenek a rendőröknek. Orbán Viktor miniszterelnök a Tényeknek adott interjúban azt mondta, a hadsereg egyelőre csak a rendőrség munkáját segítheti, szeptember végén viszont elfogadhatják az erről szóló törvényt, és utána bevethetik a katonákat a határvédelemben is. Minden eddiginél többen, 5890 érkeztek illegálisan Magyarországra tegnap. Ma szinte biztos, hogy még ettől is több menekült jön, ugyanis délig már 5353 illegális bevándorló jött át a szerb-magyar határon. Közben éjfélig elkészül az a kapu, amivel lezárják azt az utat, ahol eddig szabadon sétálhattak át a menekültek. Úgy tudjuk, egy vasúti vagont alakítanak át, és azt tolják az átjáróba. Munkások dolgoznak a röszkei vasútállomáson, egy vasúti vagont alakítanak át. Úgy tudjuk, ebből készül az a mozgatható kapu, amivel végleg lezárják az utat a Horgosról Röszkére vezető síneken. Ezen a vasúti töltésen naponta több ezer menekült jött át, tegnap minden eddiginél többen. Január 1-től a mai nap 0 óráig tiltott határátlépést elkötő személyekkel szemben 191 000
702 esetben intézkedett a rendőrség. A tegnapi napon 5809 fő elfogására került sor. A mai napon reggel 8 óráig, 0 órától 3280 fővel szemben intézkedtünk. Önkéntesek nyugtatják a tömeget, hosszú tömött sorokban várakoztak a röszkei gyűjtőponton. Nagyon sokan jöttek, ugyanis már a menekültek között is elterjedt, hogy Magyarország hétfő éjféltől lezárja a határt, és sokkal szigorúbban büntetik majd a tiltott határátlépést. Az éjszaka szinte teljesen kiürítették a tábort, az önkéntesek mindenkit felébresztettek, senkinek sem engedték meg, hogy sátrat verjen, a rendőrök pedig azonnal a buszokra terelték őket. Aki a mozdonyvezetőre várunk tisztelt! Úgy tudjuk, a korábbi napokkal ellentétben nem valamelyik menekült táborba, hanem ide a röszkei vasútállomásra hozták a menekülteket a gyűjtőállomásról. Egész éjjel mentek a vonatok, egyszerre több mint 1000 menekült volt a vonatokon. Nappal is folyamatosan vitték őket a nyugati határhoz, úgy tudjuk, Hegyeshalom volt a végállomás. Közben a szerb-magyar határvonalon a kerítés mentén egyre több a katona, ma már gépfegyveres katonai jeepekkel is őrizték a kerítést. A vasúti töltésen most is sokan jöttek, az országnak ezen a részén délig 5353 menekült gyalogolt át. Buszokkal érkeznek a szerbiai magyar kanizsára a menekültek, ez az egyik legnagyobb gyűjtőhely, mielőtt Magyarországra indulnak. Itt már sokkal kevesebben vannak, mint az előző napokban. A határzár hírére, aki tudott, elindult Magyarországra. 600-an jöttek ma reggel ide Belgrádból, alig maradtak itt belőle, szinte mindenki elindult a magyar határhoz, mondja a magyar kanizsai idéglenes menekülttábor vezetője. Innen mindenki Horgosra próbál átjutni. A polgármester szerint hatalmas a nyomás a településen, közel kétszer annyi menekült jött hozzájuk naponta, mint amennyien ott élnek. Szerinte kilátástalan helyzetbe kerülnek, ha végleg lezárják a magyar határt. Mert ezek az emberek, akik lezárják az országhatárt, itt 2-3 napon belül 5-15 ezer ember be fog szorulni. A tegnapi információk szerint 23 ezer ember jön át most Makedónián keresztül Szerbiába, azok mind ide fognak jönni annak ellenére, hogy már tudják, vagy vannak információk, hogy le fogják zárni az országhatárt. Ez már az osztrák határhoz közeli Vámos-szabadi menekülttábor környéke. Vasárnap délelőtt hosszú tömött sorokban várakoztak a menekültek, hogy taxival vagy gyalog elinduljanak a győri vasútpályaudvarra. Egész éjjel jöttek ide is a buszok a menekültekkel, de ahogy leszálltak, azonnal tovább mentek Ausztriába. Az egyik szír menekült, aki itt maradt, azt mondta, hogy hamarosan újabb buszok jönnek Röszkéről, az egyiken a családja is rajta van, nyilatkozott a Tényeknek, azt mondta, lebombázták az üzletét, a fiát pedig be akarták sorozni, ezért indultak útnak, Németországba szeretnének eljutni. Magyarországon keresztül most már viszont sokkal nehezebb lesz, mint eddig. Elkezdték a határ lezárását, 5 óra előtt rendőrök sorakoztak föl a sineken, és már senkit sem engedtek át. A hivatalos határátkelő irányába terelik a menekülteket, úgy tudjuk, hamarosan az átalakított vagonnal lezárják az átjárót. El is kezdték lezárni a határ délután Röszkénél, ott van kollégánk Kadlecsek Krisztián. Szia Krisztián, mi a helyzet most? Most az a helyzet, hogy a kerítésnek azt a részét, amelyik benyúlik a sinig, arra a részen körülbelül egy olyan 10-15 méteren nem volt kerítés, azt olyan 4 óra felé kezdték el felrakni. Most éppen az egyik oldalon tartják a katonák a kerítés, még nincs oda rögzítve az acéloszlopokhoz, azokat rakják. 4 órakor egyébként több rendőr jött és átmentek a szerb oldalra, és körülbelül ott egy olyan 10-15 méternyire, majd mindjárt megmutatjuk, a sinen keresztbe álltak, és a feléjük jövő menekülteket, azokat elterelték nekik jobb kéz irányába, ahol egyébként a régi határátkelő is, az autópálya határátkelő is van. Úgyhogy azóta szerintem nem számoltam pontosan, de olyan ezres nagyságrendben jöhettek menekültek, egy kicsit értetlenkednek, a tolmács elmondja nekik, hogy most már innentől kezdve itt nem lehet átmenni, és akkor elindultak a régi határátkelő hely felé. Azt hiszem, hogy legalábbis ezt mondták, hogy még most világosba ide fogják tolni azt a vasúti vagont ezen a sinen, ami körül úgy kell elképzelni majd, mint egy üvegbe a dugót, hogy amikor betolat ebbe a szűk részbe, ami sin átjön itt a szerb határon, akkor onnantól kezdve nem lehet majd egyáltalán átjönni mellette, mert körülbelül egy 1 méteres hézag van majd a kerítés és a vagon mellett, azt meg valószínűleg rendőrök és katonák fogják elállni. Jó, hogy mondta Krisztián, a tehervagont, ugye láttuk nem sokkal ezelőtt, hogy ezt átépítették, és ezt akarják oda a sínekre tolni. Ez most hol van? Nem látjuk a képen. Az még a röszkei vasútállomáson van, olvastam valahol, hogy elkezdték, egy kicsit muszáj hátrébb jönnöm, mert közben jön a teherautó, amelyik építi a kaput. Szóval, hogy az még a röszkei vasútállomáson van, és azt mondták, hogy még világosba áttolják ide. Láttam is egy képet róla, amin egy ilyen motorvonat fogja ide tolni, és az egyik oldalán pedig egy ilyen acélkerítés, sodronykerítés van, és arra pedig ezek a
tekercses drótok vannak feltéve, ugyanolyanok, mint aminek itt a kerítés tetején is, és tulajdonképpen azt fogják majd a szerb oldalra áttolni, és akkor lesz majd egy ilyen dugót képez itt a sínen. Palacsek Krisztiának köszönjük szépen a bejelentkezést Röszkéről. Ausztria Németország példáját követve órákon belül visszaállíthatja a határellenőrzést. Erről beszélt néhány perce az osztrák belügyminiszter Brüsszelben a migrációs válsággal kapcsolatos rendkívüli tanácskozáson. Ausztria több mint 2000 katonával erősíti meg a magyar határőrzését is. Közben Görögországban, Magyarországon és Ausztriában Németország felé tartó menekültek 10 000-re rekedtek. Németország vasárnap vezette be az átmeneti határellenőrzést, azóta több mint 30 embercsempészt fogtak el. Görögországban közben újabb menekülteket szállító hajó süllyedt el, több mint 30-an meghaltak. Biztonsági ellenőrzés a német-osztrák határon. Leállósávokat is kialakítottak a buszokkal érkező migránsok számára, az utakra pedig kitették a torlódás táblákat. Ebben a kék furgonban egy szír család utazik. A rendőrök félreállították, és a benne utazó szír család papírjait kérik. Vasárnap este óta ellenőrizzük a határokat. Nem mindenkit, hanem csak egyes járműveket. A Salzburgból Németország felé vezető autópályán most nagyon nehéz a helyzet, mondja Bajor rendőrségi szóvivő. A hétvégén 25 000 migráns érkezett az Ausztriával szomszédos Bajorországba. A migráns áradat csökkentésére bevezetett határellenőrzés óriási dugókat okoz az osztrák és a német autópályákon. Az A8-as autópályán például 3 kilométeres sor áll. Az ellenőrzések megkezdése óta már több mint 30 embercsempészt tartóztattak le a német rendőrök. A müncheni főpályaudvart egyébként tegnap este bombafenyegetés miatt egy időre lezárták, az állomást kiürítették. Este az egyik keresőkutyán gyanús csomagot talált, a pályaudvart ezután zártuk le, mondja a rendőrségi szóvivő. Németországba az idén már 450 000 migráns érkezett, és a német alkancellár szerint ez a szám 1 millióra is nőhet. A német határellenőrzés bevezetése miatt úton lévő migránsok 10 000-re rekedtek Görögországban, Magyarországon és Ausztriában. A migránsok beözönlését akarjuk korlátozni a határellenőrzés átmeneti bevezetésével. Azt szeretnénk, ha a belépés újra ellenőrzött keretek között zajlana. Ez biztonsági okokból is fontos, mondta a német belügyminiszter. Ausztriában is legalább 10 000 menekült várakozik. Az osztrák kormány bejelentette, hogy 2200 katonával erősítik meg a keleti, vagyis a Magyarországgal szomszédos határt. Délután közben Brüsszelben az uniós tagállamok belügyminiszterei a migrációs válság kezeléséről kezdtek rendkívüli tanácskozást. Ausztria Németország példáját fogja követni, és ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést. Ez pár órán belül meg is kezdődhet. Mindenről hivatalosan is értesítjük Brüsszelt, mondja az osztrák belügyminiszter. Hírügynökség jelentések szerint Szlovákia és Hollandia is átmeneti határellenőrzést vezethet be. Olaszországban közben újabb migránsokat mentettek a földközi tengerről. 9 embercsempészt is letartóztattak, 2 közülük még nincsenek 18 évesek. Görögországban pedig több mint 30 menekült fulladt a tengerbe az Égei tengeren. A halottak között csecsemők is vannak. Az idén eddig legalább 430 000-en érkeztek a földközi tengeren keresztül Európába, és 2700-nál is többen haltak meg a tengeri úton Európa felé. 6-7 000 embert várnak ezekben az órákban az osztrák-magyar határra. Ligeti László kollégánk ott van a Hegyeshalmi határátkelőnél. Laci, van-e már ellenőrzés a határon? Szia, Andi, köszöntöm a kedves nézőket. Gyakorlatilag bárki szabadon átmehet gyalog itt a határon. A forgalmat lezárták az osztrák rendőrök az autópályán, de azért, mert gyakorlatilag a menekültek gyalog indultak el, és pont a veszélyhelyzet elkerülése véget zárták le a határt. Egyébként nemrég érkezett egy vonat, körülbelül 80 embert hoztak Budapestről, ők már tovább is mentek. Készenlétben vannak itt a Vöröskereszt és osztrák civil szervezet,
szervezetek munkatársai. Most 1200-an várakoznak itt a Hegyeshalmi vasútállomáson, de további 4-5000 ember érkezésére számítanak. Melegételt, ruhát, vizet, kekszet, műzliszeletet és gyümölcsöt kaphatnak itt a menekültek, de van egyébként orvosi ellátás is. Eddig egyébként közel 10000-en lépték át a határt, és mondom, estig még körülbelül 5-6-7000 ember érkezésére számíthatnak. Ligeti László, a stúdiói. Laci, neked is köszönjük az információkat. 400 fővel, köztük 120 bíróval erősítik meg a szegedi bíróságot, hogy ne okozzon gondot a várhatóan jelentősen megemelkedő ügyszám. Éjféltől már bűncselekmény a tiltott határátlépés. A tervek szerint gyorsított eljárásban napokon belül bíróság elé viszik az elfogott menekülteket. A bírák önként jelentkezhettek az országból, fél évet kellett vállalniuk Szegeden. Menekültek lépik át a zöld határt Röszkénél, Szerbia felől a vasúti sineken pár nappal ezelőtt. A határzár, vagyis a drótkerítés cölöpjei már látszanak. Mostanra már a kerítés is rajta van, teljesen lezárták ezt a részt. Éjféltől, aki ezen próbál átjönni, akár 3 év börtönt is kaphat, aki megrongálja az 5 évet. A korábban tervezett tranzitzónák helyett 12 ügyintézési pontot nyitnak a meglévő határátkelők mellé. Hogy hol, azt nyilak jelzik majd, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Tényeknek. A menekülteknek ezeken a pontokon kell benyújtaniuk a kérelmüket, erről viszont már Rogán Antal beszélt. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne a zöld határon keresztül, ne a határzár megsértésével, hanem a határátkelő helyeken keresztül próbálja meg megközelíteni Magyarországot. Ha ezt teszi, akkor biztos, hogy nem fogja megsérteni azokat a jogszabályokat, amelyek a holnapi naptól életbe lépnek. És akkor biztos lehet benne, hogy egyébként semmilyen eljárás nem indul vele szemben. És abban is biztos lehet, hogy menekült kérelmét nagy valószínűséggel visszautasítják, ha Szerbiában nem adta be. Orbán Viktor kormányfő a Tényeknek nyilatkozva emlékeztetett, hogy a magyar kormány Szerbiát, mint uniós tagjelölt államot biztonságosnak minősítette. Ezért, ha a menekült ott nem adta be a kérelmét, akkor a magyar hatóságok vissza fogják utasítani, mondta a miniszterelnök. A menekült ilyenkor bírósághoz fordulhat. A kettő bűncselekménnyé váló tiltott határátlépés és az elutasított kérelmek miatti felülvizsgálatok nagy terhet jelentenek majd az illetékes szegedi járásbíróságnak és törvényszéknek. Egyedül képtelenek lennének elbírálni a sok ügyet, ezért az országos bírósági hivatal más megyékből is küld bírákat Szegedre. Úgy tudjuk, 400 fővel erősítik meg a bíróságot. 120 bíró utazik a városba, már szerdán munkába állnak, mert a tervek szerint az elfogott menekülteket pár nap alatt gyorsított eljárásban állítják bíróság elé. Ezekben az ügyekben, amennyiben tettenérés van, illetőleg a feltételek megállnak, akkor az ügyésznek 15, illetőleg 8 napon belül bíróság elé kell állítani az elkövetőt. Úgy tudjuk, a tervek szerint felfüggesztett börtön és kiutasítás vár a tiltott határátlépőkre, akik ha újra próbálkoznak, már biztosan letöltendőt kapnak. Az elutasított menedékkérelmeket úgy vizsgálják felül, hogy a menedékkérő és a bíró akár több kilométerre is lehet egymástól. Egy kamerával és mikrofonnal felszerelt szobában zárt láncú videótelefonon keresztül tudnak beszélni egymással. Jelenleg a munkatársaink felkészítése folyik, mint technikai előkészítés, mint pedig a humán erőforrásnak a felkészítése. A jogszabály határba lépését követően fogunk tudni majd több tájékoztatást adni ebben a kérdésben. A szigorítások éjféltől lépnek életbe, de egyelőre nem tudni, hogy hol lesznek az ügyintézési pontok. A hétvége eseményei világosan bebizonyították, hogy Orbán Viktornak igaza van a migrációs helyzetet illetően, ezt mondta Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője. Azt mondta, a migrációs válság kezelése csak akkor lehetséges, ha Európa képes eldönteni, hogy kit akar és kit nem tud befogadni. Arról is beszélt, hogy szerint a helyzet megmutatta azt is, hogy az ezzel ellentétes álláspontot képviselő ellenzékieknek nincs igazuk. Szerinte a következő napokban Magyarország határainál dől el, hogy Európa meg tudja-e védeni határait. Kiszivárgott a szennyezés az illatos úti telepen túlra is, ezt állítja az Együtt egyik önkormányzati képviselője. Szerintem mérések igazolják, hogy a József Attila úti lakótelep és a Vekerle is érintett. A talajvíz nem csak ihatatlan, de öntözésre sem alkalmas. A kormány szerint a kárrendezés folyamatban van, ennél többet nem tehetnek. Környezetvédők szerint szigorúbb szabályok kellenek.
több mint 750 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el a múlt hét végéig a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyéről. A szabálytalanul tárolt szennyező hulladék felszámolása tavasszal kezdődött, miután a kormányzat úgy döntött, annak ellenére, hogy a helyzetért a felszámoló cég a felelős, mégis elszállítják a hordókat önköltségen. A problémáról egyébként évek óta tudott a hatóság, de tehetetlenek voltak. A felszámoló céget újra meg bírságolták, de az fizetésképtelen.